A Redre Kids 2012. novemberében alakult Szombathelyen, egy mámoros éjszakán. Pár tagcsere után 2015-re lett teljes a felállás, ezután országos turnékra indultunk, a Romol Vérzik, majd a Kalapás zenekarok előzenekaraiként. Stílusunkra jellemzőek a mély tartalmú szövegek, a dallamos előadásmód, sok vokát alkalmazunk, illetve sok szólisztikus elemet a zenéinkben. Nagyon sok stílust kedvelünk mi magunk is, ezért igyekszünk szerteágazó stílusú dalokat írni, amiben mindenki megtalálhatja a kedvencét. A legjobb dalunk a Valóság címet kapta, melyet nemrég vettünk fel az MD stúdióba Sopronba. A másik gitáros srác Hargitai András írta ezt a dalt, és nem feltétlenül tudom, hogy neki konkrétan mit jelentett. Mindig azt beszéljük át, hogy nekünk mit jelent a dal. Nekem azt jelenti, hogy az elején kezdődik, és hogy azt hittem megnyugodott a lelkem. Itt arra akartunk gondolni, hogy még talán a pandémia helyzet előtt sinem volt a zenekar élete akár, vagy mindenkinek flottul ment minden. Tele volt a naptár koncertekkel, minden rendben volt, és egyszer csak bejött ez. Ezért is van a refrénben az, hogy... És talán én ezt ragadtam ki belőle, hogy ami most van, meg ami történt az elmúlt időszakban, az mennyire megnehezítette a mi, illetve zenésztársaink életét. Videoklip helyszíneken sokat gondolkodtunk, de mindenképp terveztünk egy ilyen végtelenített hátteres történetet. Ugye ezt egyébként Győrbe az Instituto stúdióba forgattuk le, illetve szerettünk volna egy óriási kontrasztot, és nyilván kellett ez egy sötét helyszín, ezt egyébként Szombathelyen egyik barátunk pincéjébe sikerült forgatnunk, és hát a klip ötlet alapjával éve legtöbbször a Dávid alkotja meg a lényegét az egésznek, és ott meg mindenki hozzátesz egy kicsit. A jövőt illetően a második nagylemezünkre gyakorlatilag készen vannak a dalok, ennek a felvételét mert csak a pénz szab némi határt. Épp érdekes lesz az új lemez kapcsán, hogy egy hangnemet váltottunk, tehát egy ledroppoltuk a gitárokat, ezáltal talán egy sokkal dögösebb megszólalást tudunk létrehozni, és ami még egyébként egy újítás, hogy van egy lírai dal a három felvett dal közül, ami egy zongora kíséretes dal, innen is köszönjük szépen még egyszer Rózinak a segítséget, és ez videoklip is készült, amit a legnagyobb videó megosztó portálon megtalálhattok, és ugyanígy próbálunk tovább menni. Nyilván tényleg jó lenne egybe az egészet, ahogy Dávid mondta, ennek azért vannak akadályai. Szertágozó lesz a stílus, biztos vagyok benne, és ez azért is van, mert tényleg mindenki ír dalokat, és mindenki teljesen más stílusú zenéket hallgat, nyilván a rockon belül, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy itt is ég és föld lesz a különbség dal és dal között.